Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy érdekes és hasznos programot fogok bemutatni. A hasznosságot értsétek eléggé feltételesen, mert van, akinek nagyon hasznos lesz, és lesz olyan, aki azt mondja, hogy ilyen aztán ő neki soha, az aztán biztosan 100%, hogy ő neki nem kell. Miről beszélünk? Látjátok, hogy egy videólejátszó, Great Player elnevezésű videólejátszóról beszélek. Oké, mindenki tudja, videólejátszóval, videót lejátszó, hanganyagot lejátszó eszközzel Dunát lehetne rekeszteni. Igazából 4-5 olyan van, amit szeretnek az emberek, használnak az emberek, akkor meg minek? Minek egy 5., 6., 7., 12-et bemutatni? Hát megmondom őszintén, ez valamivel többet tud. Gyakorlatilag, hogyha felmentek a GitHub oldalra, elmondja saját magáról azt, hogy ő bizony több videót egyszerre le tud játszani. Na hát ez az előnye. Ha kell ilyen neked, tehát párhuzamosan 2-t, 3-at, 4-et szeretnél egyszerre nézni, van ebbe ráció, és mindjárt kitérek rá, akkor ez természetesen nagyon jó lesz neked. Elmond egy csomó egyéb dolgot, amik közül én egyet emelnék ki, hogyha te szeretnél videót lejátszani, értelemszerűen, logikusan más lehetőségeid is vannak, ha többet szeretnél lejátszani, ezt fogod használni, és ami nagyon fontos, le tud játszani különböző stream videókat, mondjuk a YouTube-ról is. Én igazából ezt nem használom, én a natív lejátszást szeretem, de meg lehet próbálni, de előtte ezt a két programot mindenképp legyetek szívesek feltelepíteni, mert ennélkül szaggat, vagy nem működik a dolog. Na hát miért jó az, hogy több videót nézegetünk egyszerre? Nyilvánvalóan most nem filmekről beszélünk. Tehát nem tudsz egy sorozatot negyed annyi idő alatt megnézni, hogyha 4 sorozat részt nézel egyszerre, ez logikátlan. Akkor érdemes ezt használni, illetve én arra használom, hogyha van egy akármilyen egy technikai bemutató videó, és ebből többféle is van, és ugyanazt a mondjuk videóvágási tippet, trükköt többféleképp feldolgozzák, és többféle videó van, és párhuzamosan tudom nézegetni őket, párhuzamosan egyszerre megy, tudok köztük váltogatni egy ablakon belül, és mellette én el tudom végezni például azzal a videóvágó programmal a feladatot, amit ő elmond nekem. Tehát így ilyen sztereóban duplán több helyről beszerzett információ mentén jutok oda el, hogy azt az egyszerű vagy összetettebb feladatsort, amit ők bemutatnak, el tudom végezni. Többször észrevettem én magamon, hogy jobb, hogyha 2 forrás, 3 forrásból nézem meg, és igazából a források között, videók között jellemzően ugrabugrálni kényelmetlenebb, de ez, hogy egyiket leállítom, másik megy, akkor a harmadikat leállítom, a negyedik megy, ez nekem nagyon kényelmes, és el tudom indítani folyamatosan az egyiket, másikat, illetve párhuzamos, és az, hogy egy képernyőn belül 2, 3, 4, 5, akármennyi, nem próbáltam meg 5 felett, tehát lehet, hogy 115 videót is lejátszik, de valószínű, hogy a gépedet jól leterheli, ha párhuzamosan futnak, akkor igazából nincs értelme, 2-3-at így lehet használni. Na hát nézzük is meg, hogy mi az, ami számunkra fontos, telepítés, App Image. Én azt mondom, mivel van App Image-be, azt én kiszoktam próbálni, nyilvánvalóan, hogyha tetszik, akkor marad, ha nem tetszik, leszedem. Azaz, nézzük is meg, hogyan működik. Letöltés után indítani fogjuk, én egyszer indítást választok abba a rendszerbe, amit én használok, tehát a menüben nem fog belekerülni, de kipróbálása jó lesz. Mit mond? Légy szíves ide dobni azt a MediaFight, vagy azt az URL-t, web címet, amit te leszeretnél játszani. Én 2 darab mini videót szedtem össze, illetve menet közben ezeket nézegetem, azaz kényelmes helyzetben vagyok, ahova arról fogok beszélni, amit éppen menet közben csinálok. Ide húzzuk, fogjuk a videót, rezeg, és utána el is fog indulni, le tudod állítani egy kattintással. Jó, gyerekek, ez ugyanaz, mint a többi. És mellébe fogjuk tenni. És már lehet látni rögvest, hogy 2 darab videó van, és amelyiket elindítjuk, nézni tudjuk, változtatni tudjuk azokat, és ki tudom nagyítani, párhuzamosan fog futni a két videó,
ez egyiket belenagyítottam kattintással, akkor másikra fogok rámenni kattintással. Lehet látni, hogy kétféle videó megy egymás mellett. Azt hiszem már mindenki az alap értékeit el tudja fogadni, hogy ebbe van a bizony ráció. Lehet látni, hogy a DaVinci-nek a használatát szeretném elsajátítani. Nézzük is meg, milyen lehetőségeink vannak. Egy jobb klikes megoldással előbányázhatjuk azokat a lehetőségeket, amire nekünk szükség van, azaz a beállítások, egyéb ilyen elképzelések a működésről. Én igazából nem szeretném elmondani, hogy az audio ki bekapcsolása, hangosítása, a videókép nagyítása, meg egyebek hogyan működnek. Lényeg az, hogy a videónál a nézetmenüben van nyújtás, kitöltés, illetve illesztés. Azaz, hogy a dimenziója olyan legyen. Kinagyítsa a videót arra a részre, mondjuk ha három van, akkor az egyharmadára a monitornak, vagy éppen összenyomja úgy, hogy a teljes videóképe működjön. Azt gondolom, hogy mindenki el tudja dönteni, hogy így szeretné az egészet látni, logikus szerintem, vagy éppen egy belenagyított részt szeretne látni. Hozzáteszem, nem mindig, de sikerül egy videót két fele rakosgatni, tehát úgy tudsz egy videót nézni, hogy mondjuk az egyik az egész, a másik része pedig egy belezoomolt dolog. Párhuzamosan tudod nézni a nagyított videót, illetve párhuzamosan tudod nézni vele a teljes méretű videót. Kényelmes. A beállítása nem fogok kitérni. Olyat elmondani, ami majdnem magyarított rész, meg angol szöveg, és mindenki látja, hogy van képernyő képkészítési lehetőség, azt fölöslegesnek tartom. Én úgy gondolom, hogy a nyelvbeállítás, lejátszási lista, videó, egyéb streaming, naplózás. Én úgy gondolom, hogy a beállítások 99%-a egyértelmű. A legfontosabb, amire felhívom a figyelmet, az egy beállítási lehetőség lent, legalsó fakba lesz, és itt tudod a dekódert beállítani. Van olyan 3-4 beállítás, ami között változtathatsz. Előfordulhat, hogy a hardveres, előfordulhat a szoftveres lejátszás lesz számodra kényelmes, illetve működőképes. Tehát, hogyha nem működik valami, vibrál a kép, össze-vissza, ugrabugrál, rángatózik, akkor ide légy szíves bemenni. Hogyha mind a négyet kipróbálod és nem működik, akkor valami olyasmi lehet, hogy a te hardvereddel ez éppen nem fog rendesen működni, akkor keresni kell egy más hasonló programot. Ez nagyon fontos, mert az ilyen videó lejátszás, ami túlmutat a videó lejátszáson, az általában elég hardverigényes, megpróbálják ráhelyezni azt a súlyt, azt a terhet a videokártyádra, ami ehhez kell. Nem minden kártya van ilyen mértékben, teljes mértékben Linux alatt támogatva, hogyha szoftveresen, tehát a CPU a processzor mag terhelésére helyezed át, azaz a szoftveres lejátszást választod, illetve azt kezd neked rendesebben működni, akkor pedig a géped lesz a CPU rendesen leterhelve, és kisebb gépeken nem valószínű az, hogy ez rendesen működik, hiszen gondolj bele, 10-szeres, mondtam egy számot, 10-szeres videó lejátszás, 10 videót akarsz egyszerre nézegetni, akkor már a méretezéssel, átméretezéssel, illetve a lejátszással, a streameléssel is gondok lehetnek egy gyengébb gépen. Az én gépemen egy közepes, alacsonyabb kategóriájú gép, AMD 3600 van benne, tehát nem a csúcs kategória, szépen működik, tehát 4-5-6 videó biztosan menni fog. Természetesen azért mutattam be, mert nálam ez szépen működik. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, összefoglalva egy mondatba, egy több videót, több videó ablakot megnyitó, több videót egyszerre lejátszani tudó kis programocskáról beszéltem. Nem tértem ki a fölösleges dolgokra, itt nagyítasz benne, itt vágott körbe. Megmutattam, hogy a lejátszandó videóknak a dimenzióját, az egész látszódjon a fakba, abba a részbe, vagy pedig egy kinagyított rész legyen, ez hogyan állított. Fontos dolog az, hogy hangot hogyan állítasz, hangosabbra, halkabbra, némítva, hát azt igazából elmondani fölösleges, illetve megmutattam azt, hogyha valami nem működik, hol keresd elsősorban a hibát, megmutattam, hol lehet gyorsan átállítani a hardveres és szoftveres lejátszást, hogyha valami probléma van, és nem játszódik le olyan szépen, mint ahogy itt lehet látni a videót.
Köszi szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek jó videónézegetést kívánok. Nem egy olyan programról beszéltem, ami minden nap elő fog kerülni, de számomra nagyon kellemes volt, amikor olvastam egy cikkbe erről, és utána kipróbáltam, mert pontosan azt a funkciót látja el, amire nekem hetente, havonta egyszer, kétszer, háromszor szükségem van, azaz több videót párhuzamosan tudok nézni. Köszi szépen, sziasztok!